Shin-Etsu Polymer Hungary Kft. 2004 március 1-én kezdte el tevékenységet, és az ipari parkba 2005 május 1-én kezdte el. A cég a telekom iparákban és az autóiparában beszállító, nem elsőrendű. Elsőrendű beszállítóknak szállítunk navigációs rendszerekhez nyomógombot, tehát a szilikon megmunkálással foglalkozunk, illetve a szórakoztatóiparnak nyomógombokat, komplet gombosorokat állítunk össze. A jelen pillanatban a termési volumenünk nekünk is, mint a világban mindenhol visszaesett, ezért a megszokott globális megoldásokat elsősorban nekünk is alkalmaznunk kellett. Ennek következményeképpen létszámcsökkentésünk volt, nem jelentős, tudnék a telekom üzletágban már 2007-2008-ban érzékeltünk bizonyos fajta visszaesést, és ennek megfelelően a szükséges lépéseket megtettük. Így drasztikus lépéseket hirtelen nem kellett megtennünk. Milyen volt a 2008-as esztendő árbevétel szempontjából, és 2009-ben kell-e valamilyen válságkezelési programot megvalósítani? Hát a 2008 negyedik negyedéves eredményünket, úgy mint a globális viszonylatban az árfolyam változás, ingadozás feketítette be. Számunkra nagyon nagy hátrány, hogy az alapanyagokat távol keletről szerezzük be, ami ugyebár dollár elszámolású, eladásaink pedig euróba valósulnak meg. 2009-re a terveinkben két új projekt indítása várható. Igyekszünk minél hamarabb elindítani őket, ez áprilisra-májusra várható, és reményünk szerint ez nagyobb élőmunkaigényű lenne, ami mindenkinek, a dolgozóknak és a vezetőségnek is megkönnyebbülést jelentene. A telekom üzletágban nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a beszállító az a vevő környékén legyen, tehát ebből kifolyólag nagyon optimisták vagyunk, de a piaci napi változások miatt természetesen mindig benne van a levegőben az, hogy bármi pillanatban állt mondanak, vagy változást állhat be. Melyik nagy cégeknek szállítanak? A telekom üzletekben a Nokia-nak vagyunk a beszállítói, az autóiparban az Alpine mellett számos más spanyolországi, dél-amerikai vevőnk van.